Sziasztok! Ezúttal a drámai művek elemzésébe nyerünk betekintést röviden, vagyis áttekintjük, hogy milyen szempontokat érdemes figyelembe venni, amikor egy olyan irodalmi művet elemeztek, ami a dráma műnemébe tartozik. Nézzük is először meg, hogy miben különböznek az a drámai művek a többi műnembe tartozó irodalmi szövegektől, vagyis mik azok a sajátosságok, amelyek kifejezetten a dráma, drámai művekre jellemzőek. A dráma eredetileg színpadra szánt alkotást jelentett, maga az elnevezés is valószínűleg a görög drán igéből származik, ami azt jelenti, hogy cselekedni. Idővel aztán megjelentek az olyan dráma, drámák is, tehát olyan irodalmi szövegek is napvilágot láttak, amelyek ugyan formailag a dráma műnemébe tartoznak, de eleve olvasásra szánták őket, ezeket hívjuk könyvdrámának egyébként, tehát létezik a könyvdráma fogalma is, de alapvetően azért a a drámai szöveg az egy színpadra szánt alkotás, ami azt is jelenti, hogy eleve egy kettős viszony alakul ki a befogadó és az irodalmi mű között, vagy ha úgy tetszik, akkor kétféle módon is lehet befogadni a drámai műveket. Hiszen egészen más, hogy értelmezünk egy olvasott szöveget, tehát amikor egy drámának a szövegét olvasunk, mondom a Romeo és Júliának a szövegét, vagy a Bangmannak a szövegét olvassuk, akkor, akkor a befogadó, vagyis én, aki olvasom, meg a szöveg lép valami Féle párbeszédbe, jó esetben, és ezáltal jön létre a műértelmezés. Míg egy színházi előadás, az egy nagyon komplex élmény, egy egészen más művészi élményt jelent színházban megnézni egy darabot, mint olvasni. És a színházi élménynek a, a sajátossága és a szépsége és a nehézsége is egyben, hogy ez a művészi élmény az ott helyben jön létre, az ott a jelenben létezik. Még egy szöveget újra és újra levehetek a polcról, nyilván picit más, hogy olvasom minden olvasással, de azért ugyanazt a szöveget le tudom venni többször is a polcról, ugyanazt a színházi előadást, még akkor sem fogom még egyszer látni, hogyha elmegyek újra ugyanabba, a, ugyanabba a színházba, ugyanazt az előadást megnézni, akkor is mindig egy picit biztos, hogy más lesz az, amit a színpadon látok. Tehát, hogy megvan ez a, megvan ez a pillanatnyisága a színházi élménynek. És sajátos a művészi kommunikáció is egy színi előadás során, hiszen nyilván van valamiféle kommunikáció a színészek által megjelenített szereplők között, a színpadon, de aki volt már színházban, az pontosan tudja, hogy van egy nagyon sajátos interakció a, a nézők és a színpadon játszó színészek között is. Ugye jó esetben ez csak egy ilyen finom kommunikáció, nem pedig arról van szó, hogy mondjuk a nézők zavarják az előadást, de hogy, de hogy ebből a szempontból is minden színház előadás más. Tehát nem csak abból a szempontból, hogy mit látunk a színpadon, az sem sikerül kétszer teljesen ugyanúgy, és ettől szép. A, a közönség összetétele, a közönség miensége is mindig befolyásolja a színházban átélt művészi élményt. Tehát ebből a, ebből a szempontból is sajátos világot alkotnak a drámai művek. Egy picit beszéljünk még arról részletesebben, hogy miben, mik a színház formanyelvének a jellegzetességei. Tehát, hogy miből épül fel egy uh, színi előadás, tehát egy színpadravit drámának a, az előadása. Ugye a két legfontosabb dolog, amit úgy hívunk, hogy akció meg dikció, magyarul, hogy mi az, ami történik a színpadon, tehát hogy mi, mi zajlik előttünk a színpadon, ezt, ez hívjuk akciónak. A dikció pedig az, hogy mi hangzik el a színpadon, magyarul, hogy mit mondanak a szereplők. Ugye legtöbbször a színpadon dialógusokat, vagyis párbeszédeket látunk, vagyis azt, hogy két vagy több szereplő beszélget, párbeszédbe bocsátkozik egymással, de nagyon gyakoriak a, a színpadi művekben a monológok. Tehát amikor egy szereplő úgymond magában beszél, morfondírozik a, a gondolatait, fejezi ki hangos szóval, és az is előfordul, hogy nem prózai szöveg hangzik el a színpadon egy szereplő szájából, hanem például egy dal. Ugye majd a 20. században Bertolt Brecht színházában lesz nagyon nagy szerep az úgynevezett szongoknak, a betétdaloknak. Tehát akció és dikció, ez mindig a két sarkalatos pontja egy színi előadásnak. És korszakonként, hogyha végig a színház történetnek, színház történeten, akkor látjuk, hogy korszakonként változik a, a, az aránya ennek a kettőnek. Tehát ha megnézzük mondjuk az ókori színháznak az előadásait, ott bizony-bizony a, a dikció dominál, vagyis... A szereplők azok nagy részt állnak és beszélnek. Nagyon kevés történ és nagyon kevés akció van a színpadon. Ettől is a mai nézőnek már nem annyira élvezhető például egy antigóné, feltétlenül. Még mondjuk a Shakespeare-i színházban ott, ott pedig mindig van valami izgalmas esemény, csata jelenetek, szerelmi jelenetek, konfliktusok. Tehát ez, ez koronként változik, hogy az akció és a dikció aránya, az az milyen egy adott darabon belül. Természetesen nagyon fontos része a művész a színházban a díszlet, az egész környezet, hogy hogyan néz ki a jelmez, a zene, ha van, nagyon sokszor az is az előadásnak a részét képez, hogy milyen helyszínen zajlik a színi előadás. Ugye szerencsére már a, a színház művészet az nagyon sokszor kijön a színházépületéből. Vagy, vagy a színház épületén belül is vannak például a stúdiószínházak, amik egészen más, sokkal intimebb játékteret jelentenek mondjuk mint egy, mint egy nagy színházterem, de például vannak már lakásszínházak is. Tehát amikor teljesen kijön a színház épületből egy színi előadás, és tényleg egy, egy lakásban zajlik, zajlik az előadás. És ezt az egészet, tehát ezt az egész sajátos forma formanyelvet összefogja a rendezői koncepció. Tehát az adott színi előadásnak a rendezője az, amelyik megálmodja ezt az előadást, a, 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 aki a saját képére gyúria saját értelmezése szerint jeleníti meg az adott irodalmi művet, és viszi színpadra a segédművészetek segítségével. Ugye a, a, drámai műnemnek a segédművészet, a színházművészete, ezen belül a színjátszás, a díszlettervezés, a jelmettervezés, a dramaturgia. Tehát egy nagyon-nagyon komoly team munka eredménye az, amikor mi este bemegyünk a színházba, és megnézzünk egy előadást és egy nagyon sajátos művészi élmény. Na de a továbbiakban nem annyira erről fogunk beszélni, hiszen viszonylag ritka az olyan szóbeli érettsége, ahol oda megyünk egy színházba, megnézzünk egy színi előadást, és az alapján mondjuk el az érettségi tételt, és elemezzük a művet. Jó lenne, ha így néznek ki egy irodalmi érettségi, de hát ez valami utopisztikus jövő lehet csak. Tehát most a továbbiakban elsősorban arról fogunk beszélni, vagy arról fogok beszélni, hogy milyen szempontok alapján elemezzük egy drámai műnek a szövegét. Tehát most már arról a helyzetről lesz szó továbbiakban, amikor olvasás alapján elemzünk egy drámai szöveget. Először nézzük meg azokat az elemzési szempontokat, amik sajátosan a dráma műnemébe tartozó irodalmi szövegekre jellemzőek. Ha nagyon egyszerűen akarjuk definiálni, hogy mi az, hogy dráma, akkor azt tudnánk mondani, hogy egy viszonyváltás. Ez egy furcsa szó, de nagyon jól jelzi a lényeget, hogy egy drámai műben a lényeg mindig a változás, hogy egy állapot megszűnik, és nagyon megváltozik rövid idő alatt. Ugye a dráma egy nagyon sűrített, nagyon sűrített mű, nagyon rövid idő alatt zajlanak nagyon fontos változások, Zárójelbe jegyzem meg, hogy van olyan színház, művészet, vagy vannak olyan szerzők, például Csához, ahol, ahol pont az a lényeg, hogy mennyire nem változik semmi, és ezt viszi színpadra, zárójel bezárva, de az a lényeg, hogy nagyon sűrített műnem a dráma. Tehát mindig a lényeg a változás. És itt most mondok néhány kulcsfogalmat, amit mikor a drámai művek elemzésével foglalkoztok, hogy mondjuk ilyen dolgozatot írtok, akkor ezeket hasznos alkalmazni. Tehát ezek, ha úgy tetszik, a dráma elemzésnek a szakszavai. Ilyen fogalom az alapszituáció. Ugye minden dráma valamilyen drámai alaphelyzetből indul ki. Alapszituáció, alaphelyzet, mind a két elnevezés jó, hiszen ezek szinonimák. Ami azt jelenti, hogy valamilyen módon felbomlik egy egyensúlyi helyzet, és ez általában az egyik szereplő korábbi tetteinek a következménye. Tehát van egy ilyen, van egy ilyen megborult egyensúly a drámáknak a, a, kezdetén. Ebből adódik a konfliktus. Ez nagyon fontos, hogy konfliktus nélkül nincs dráma. Tehát ennek a drámai alaphelyzetnek a következtében kialakul valamiféle érdekellentét, valamilyen konfliktus. Az nagyon érdekes, hogy, hogy a drámák többségében ez a konfliktus, ez emberek között van, de az is előfordul, hogy ez egy személyiségen belül zajlik le ez a konfliktus. De a lényeg, hogy konfliktus nélkül nincsen dráma. Aztán ebből a konfliktusból adódóan viselkednek a dráma szereplői valahogy. Ezt hívjuk tetváltásnak, vagy drámai harcnak, más szóval. Vagyis a, a szereplők azok a saját érdekükben tesznek lépéseket, csinálnak dolgokat, de nagyon sokszor csak mondanak dolgokat. Tehát nagyon érdekes, megint csak Csehovra tudok visszautalni, ahol nagyrészt csak beszélgetnek a szereplők a színpadon, sőt, nagyon sokszor nem is egymással beszélgetnek, hanem mindenki mondja magáit, és mégis nagyon-nagyon sűrített konfliktus Tudnak ebből kibontakozni. Tehát az a lényeg, hogy a, a drámának általában a gerincét ez a tetváltás adja, hogy a szereplők a saját érdekük érdekében tesznek, mondanak valamit. Aztán a drámák többségében van egy drámai tetőpont, ahol kicsúcsosodik ez a konfliktus, ahol a, ahol a tetváltás eljut egy olyan pontra, ahol valami nagyon sorsfordító, nagyon fontos változás történik, és ez a változás legtöbbször egy értékvesztés. Tehát valamilyen olyan érték, amit a közönség és a dráma világa is fontosnak tart, nem tudom, a, a szerelem, a, a becsület, a méltóság, stb. Tehát egy nagyon-nagyon fontos érték, ez elvész. Tehát egy értékvesztés jelen, jelenik meg, vagy értékvesztés történik, és nagyon érdekes, hogy az értékvesztés az a komédiában is megtörténik. Tehát a komédia, ugye a, a dráma művészetnek a, a, humoros ága, az nem attól lesz humoros, hogy abban nincsen értékvesztés, hogy abban csipcsúbb dolgok történnek, han hanem, attól, hogy, hogy ott a, az értékvesztés után következik valamilyen megnyugtató feloldozás, vagy közvetlen az értékvesztés bekövetkezte előtt valamilyen módon elkerülhetővé válik ez, a, ez az értékvesztés. Tehát a, valamilyen központi érték, mondjuk a szerelem, az végül, végül nem vész el, nem következik be az értékvesztés, csak veszélybe kerül, de aztán amilyen feloldás következik be. Tehát az a lényeg, hogy minden drámai műnek van egy tetőpontja, legyen az komédia, tragédia, tragikomédia, musical, mindig van egy tetőpont, ahol kicsúcsosodik a, a tetváltás és a konfliktus. És az is nagyon fontos, hogy a drámák többségében, vagy legalábbis a dráma műneméhez hozzá tartozik valamiféle feloldozás, valamilyen záró helyzet, amikor az az egyensúlyi helyzet, ami a dráma elején felbomlott, az valamilyen módon újra visszaáll. Sokszor ennek nagyon nagy ára van, tehát vissza, visszafordíthatatlan veszteségek következnek be. Nem tudom, Rómeó és Júlia az meghal, tehát őket nem lehet föltámasztani. De mégis valamiféle új egyensúlyi helyzet alakul ki, megváltoznak a dráma viszonyai. Tehát mindig van valami, valami feloldás a végén. Tehát nagyjából ezek a sajátos elemzési szempontok is, ezek a sajátos fogalmak, amiket egy drámai a dráma műnemébe tartozó szövegelemzésénél alkalmazni kell. De természetesen vannak olyan elemzési szempontok is, amelyek az összes több irodalmi műhöz hasonlóan a drámai szövegekre is alkalmazhatók. Tehát amik nem speciálisan a drámához kapcsolódnak, hanem úgy általában az irodalmi szövegekkel kapcsolatban alkalmazhatók. Ugye a Lira és az Epika esetében igyekeztem a műelemzést visszavezetni három alapkérdésre. Ezt egy picit erőltetett ebben is, de a drámai műveknél is meg lehet lépni, hiszen itt is visszavezethető a műelemzés arra a három kérdésre, hogy mi történik, hogyan szerzünk erről tudomást, és hogy mit mond el ez a világról, ez a történés. Tehát a picit hátrébb lépünk a dráma szövegétől, és kicsit a speciális elemzési szempontokon túllépve, hogy általában az irodalmi művek elemzését vesszük tekintetben akkor itt is föl lehet tenni azt a nagyon egyszerű kérdést, hogy mi a történet, mi a sztori, mi történik, mi az a változás, ami bekövetkezik, honnan, hová jutnak el a szereplők. Tehát ezeket, ez, anélkül, hogy erre a kérdésre választ adnánk, anélkül nem tudunk jó műelemzést írni egy drámáról sem. De ahogyan az irodalmi művek esetében általában, a drámára is igaz, hogy legalább ennyire fontos, sőt, szinte fontosabb az, hogy hogyan történik meg ez a változás, hogyan szerzünk erről a tudomást, mint az, hogy mi maga, mi maga a, a sztori. Hiszen a sztori az általában valami nagyon banális dolog. Valaki meghal, valakik szeretik egymást, de nem egymásé, valaki csalódik, valaki hazudik, stb. 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 Tehát maga a sztori az általában valami nagyon banális dolog. Mindig az az érdekes, hogy hogyan van feldolgozva ez a történet. Tehát elsődlegesen fontos, hogy mi történik a színpadon. Mi, mi az, ami a színpadon zajlik, és mi az, ami a színpadon kívül zajlik. Mi az, amit tudunk, és mi az, amit nem tudunk. Ugyanilyen fontos, a dikció, vagyis az, amiket a szereplők mondanak, és nem csak tartalmilag fontos az, hogy mit mondanak, hanem az is érdekes, hogy, hogy formailag milyen az a szöveg, ami elhangzik a színpadon. Ez prózai szöveg? Vagy verses szöveg? Ez közel áll a hétköznapi beszélt nyelvhez, vagy valami nagyon megformált, a hétköznapitól távolállóan emelkedett szöveg? Milyen a stílusa? Milyen a szókincse? Milyen a mondatszerkezete? Könnyű ezt megérteni, vagy nem könnyű megérteni? Vannak-e benne teljesen hétköznapi szavak? Ugye országos nagy botrány volt abból, amikor Spiró Györgynek a Csirkefej című drámájában elhangzott egy baz meg először a színpadon. Ez egy nagyon nagy botrányt kavart, de de ez is hozzátartozott a, a, a dráma világához. Tehát az nagyon fontos, hogy milyen a szöveg, ami, ami elhangzik a színpadon. vannak -e elhallgatások, vannak-e kihagyások? milyen szereplői vannak a drámának, kik, kik játszák, vagy kik között zajlik ez a történet. Ebben érdekes lehet, hogy vannak, vannak hagyományos szerepkörök, amik szintén a dráma történet során kikristályosodtak a sok száz év alatt. Ilyen hagyományos szerepkör például az intrikus, vagy a hőszerelmes, vagy a cserfes szolgáló, vagy a jókedvű, joviális, férfi, vagy a naíva, a naív fiatal lány, stb. 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 Tehát az fontos, hogy kik között zajlik a történet. Nagyon fontos természetesen a konfliktusrendszernek az elemzése, hogy ki kivel van, egyáltalán minden szereplő fölfűzhető erre a konfliktus vagy vannak, akik kívül állnak a konfliktusok. Nagyon-nagyon fontos a drámai művek esetében is, hogy a téridő viszonyok hogyan alakulnak, hogy hol játszódik, mennyi idő alatt játszódik. Ugye ezt szoktuk egy sajátos fogalommal, a hármas egység fogalmával jelezni, hogy hagyományosan a drámai művek ugye rövid idő alatt egy helyszínen és egy szálon futó cselekményből állnak össze, de aztán, ahogy fejlődik a dráma, a hármas egység az, az hol érvényesű, hol nem, tehát ez egy fontos elemzési szempont. Ahogyan az is, hogy általában véve a dráma Hagyományához hogyan viszonyul az adott mű. Tehát ezeket is érdemes szem előtt tartani egy műelemzésnél, illetve arra a kérdésre válaszolni, hogy mit mond el nekünk ez a dráma a világról. Mi az értelme annak, hogy megszületett ez a drámai szöveg? Milyen értékrend jelenik meg benne? Milyen erőviszonyok ö, vannak? Ugye például, ha most éppen a Rómeó és Júlia van a fejemben sokszor, ugye a Rómeó és Júlia az, az, pont arról szól, hogy a tiszta szerelem az még életképtelen ebben a világban. Tehát azt mondja a világról, hogy, hogy itt szükségszerű volt, hogy Rómeó és Júlia meghalljanak, hiszen egy olyan világban vagyunk, ahol a tiszta érzelmi kapcsolatnak nincs Helye. De azt is jelzi, hogy ha nagyon lassan is, de változik a világ, hiszen már megszületett, létrejöhetett Rómeó és Júlia szereme, Az más kérdés, hogy nekik még meg kellett halniuk, de jelzi, hogy változik a világ. Hogy már nem annyira csak a társadalmi kötöttségek uralják az emberi kapcsolatokat. Ezt szokták röviden úgy összefoglalni, hogy a középkor és a reneszánsz értékrend közötti változást. Jelzi a Rómeó és Júlia röviden. De ez csak egy példa volt. Tehát mindig arra a kérdésre keresni kell a választ, hogy mit mond nekem a világról ez a dráma. Azt is érdemes vizsgálni, hogy hogyan illeszkedik egy szerzői életműbe egy adott drámai mű, kiemelkedik valamilyen szempontból, vagy van az adott szerzőnek egy nagyon sajátos szerzői világa, például Ibsennél, ott minden dráma a középpontjában valamiféle szimbólum áll, vagy nagyon más, mint a többi műve. Érdemes természetesen stílus történeti szempontból megnézni, hogy az adott kor, adott kor stílusához illeszkedik vagy nem illeszkedik. Természetesen sokszor fontos lehet a társadalmi háttér, hogy mikor született az a mű, az a mű milyen társadalmi és történelmi viszonyok között született meg az adott mű, és nagyon érdekes lehet a befogadás története az adott drámának, egyáltalán, hogy be, bemutatták-e, akkor, amikor született, sikeres volt-e, vagy botrányt kavalt, játszák-e azóta is a színházak, vagy elfelejtődött. Tehát ez mind-mind olyan érdekes szempont, ami előkerülhet egy drámai műelemzési, elemzése során, vagy hogy milyen értelmezések születtek róla. Nos, ennyi lett volna röviden a drámaelemzés bevezető videó. Sziasztok!